Tavaly nyáron húzták deresse a fiatal táncost, hogy meggyőzzék arról érdemes katonának állni. A Verbunk napján látványos bemutatóval várták a látogatókat a Sóstói Múzeum faluban. Ilyen programokból nem lesz hiány idén sem, hiszen a kézzel fogható, átérhető élmények felé fordul az intézmény. Két olyan réteg van, akit megcéloztunk ezzel a felhívással, már tavaly is, az egyik az a középiskolás korosztály, akiknek az 50 órás kötelező közösségi szolgálatot el kell valahol tölteni, hát mi ezt tudjuk igazolni. Nagyon sok diák érkezett a tavalyi év folyamán is, több mint ezer órát töltöttek a múzeum faluban összesen, tehát mondhatom, hogy igazán szeretik ezt a helyszínt. A másik réteg pedig hát nem titkolt szándék a nyugdíjasok. Ők az a réteg, akiknek van valami kötődésük a falvakhoz, a falusi élethez, nosztalgiázni szeretnek jönni, laknak, A legtöbben elmondják, hogy a lakótelepről olyan jó kijönni hozzánk a múzeumfaluba, és akár a kertészkedésben, akár a látogatófogadásban aktívan részt tudnak venni. És idén is keresünk ilyen embereket, akik a pandémia ellenére, oltva el tudnak jönni hozzánk a múzeum és ö, részt tudnak venni ezekben a munkálatokban. A Sósói Múzeum falu csak nem 9 hektáros területének és közel 40 ezer darabos gyűjteményének fenntartása folyamatos feladatot ad az intézmény dolgozóinak. Idén is vár a múzeum falu önkénteseket, akik segíthetik munkájukat azt a korszakot, a 19. századot uh, már nehéz megfogni azzal, hogy egy interjúr kiállítást mutatunk be, hogy hogy nézett egy konyha, vagy egy tiszta szoba, magyaráznunk kell, tehát interjúr kiállításokat úgy fogunk berendezni, hogy szituációkat fogunk megjeleníteni, amiben uh, aktív szerepet kapnak az élő interpretációk is. Ez azt jelenti, hogy viseletbe beöltözött kórhőruhában, kórhú szöveget, kórhúz történetet mesélnek el majd kollégák, illetve önkéntesek és például ez a célunk, hogy minél inkább értelmezhetővé tegyük mindazt az ismeretanyagot, amit a tárgyak át tudnak adni, és funkciójában is megismerjék a néprajzi tárgyakat a látogatóink. Idén, a március 15-i előtti hétvégén nyitva falu. 2022-ben hat új tárlatot terveznek, közülük csak egy lesz a sajátjuk, a többit másokkal együttműködve mutatják be.